Mit csinálsz? Rendelek neked reggelit. Ilyen opció van. Azt kapcsolom, hogy szeretném. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Reggelnek éppen nem mondanám, de szép jó reggelt mindenkinek. 11 óra elmúlt, igazából fél 12 van. Finoman szólva nem sikerült 8-kor felkelni a tegnapi vágás után, de ettől függetlenül itt vagyok, és elkezdtük, és a tegnapi videó tökéletesen kimegy. Ahogy láttátok, Bence kérdezte, hogy rendeljen nekem reggelit, de nem bízok már a netpincérbe, őszintén megmondom a múlt heti kaják után, úgyhogy most lemegyünk, és csinálunk egy kis reggelit magamnak. Elindult a csapat, megyünk forgatni, a Brodapest külön utakon jár, három csapatra váltunk szét, és pizzériába megyünk, viszont egyenlőre nektek még nem mondom el, hogy ki az én társam a mai forgatás során, de csütörtökön láthatjátok. Itt van velem a liftbe, úgyhogy nem fordítom meg a kamerát, de a pizzériából jelentkezem nektek. Ide értünk a színházhoz, úgyhogy mostantól abba fogom hagyni a vlogolást, egy kicsit kapkodva indultunk, de megérkeztünk. Hát most úgy gondoltam, hogy egy kicsit még dokumentálok. Dominik elkísér ABC-be. Hány óra koromban? 11, vagy mennyi az idő? Már hajnal lenne, de csak lehet azért, mert nem sokat alszok. Fél 11. Fél 11-kor megyünk ABC-be, és veszünk pár kelléket az egyik képemhez. Amúgy ott van a Dani ABC. És Emese nézi a videóidat, úgyhogy szia Emese. Szia Emese. Minek jött el az ideje? Minek jött el az ideje? Önbarnitózásnak. Ez az első lépés arra, hogy jövőben végre összeszedem magam, és barna lesz a bőröm, a fogaimmal is fogok még jobban törődni, elmegyek fogfehérítésre, ápolom a hajamat. Kicsit homályos vagy, de azért ápolom veszük, mit a bőrömet, mondasz. Neki fogok és edzek, de erről még nehogy valami készüljön erről. Úgyhogy a jövő év én azt mondom, hogy a harmadik generációs vagy verziós Dezső Bence, az első volt a sima kis erdélyi, ez a második generáció, aki megette az ezelőttit, és akkor a harmadik lesz a... Olyan sok okosat mondasz, hogy végig homályos voltál, úgyhogy... Dezső Bence version 3 érkezik! Küldj nekünk egy puszit és kenjünk végre! Hello mindenki! Vázolom a helyzetet, 5 óra 11 van, éppen videót vágok, és két dolog jutott eszembe. Egy az, hogy kezdek álmos lenni, úgyhogy meg kell fürödjek. Kettő, hogyha már fürdök, akkor gyorsan csinálok egy kis bőradírozást, és megcsinálom az önbarnítózást is, mert elmaradtam vele, és olyan hófehér vagyok, mint a fal. Úgyhogy pótolni kell, és reményeim szerint egy kicsit felébredek tőle, és akkor az alvást ki tudom hagyni. Az nagyon jó lenne, hogyha nem kellene pluszba még aludnom, és a holnapi napot végig tudnám pótolni. Úgyhogy most gyorsan le fogok fürdeni, és valamikor majd jelentkezem. Ez a vlog úgy fog kimenni, hogy kettő napot fog egybefoglalni, holnap, vagyis igazából reggel, mivel már holnap van. El fogom nektek mesélni, hogy mi volt a baletten, viszont most erre nincsen időm, úgyhogy nagyon gyorsan fürdöm, és utána folytatom a vágást. Még annyit mielőtt nagyon nekivetkőznék, hogy most látjátok rajtam először a saját pulcsimat. Szerintem baromi jó, nagyon szolidan van rajta a minta, de mégis amúgy tök modern és tök magány.
Úgyhogy ha valakinek megtetszik, akkor azt a lombox.hu oldalon tudja megrendelni. Ott a youtuberek fűre kattintva megkerestek engem, és ha megtaláltok, akkor ott lesz a pulcs is. Hogyha december 15-ig rendelitek meg, akkor karácsonyig még készhez kapjátok, be tudjátok tenni a fa alá is, egy álmom várna valóra, hogyha karácsonyi ajándékként is láthatnám ezt a pulcsit. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki már megrendelte, iszonyatosan boldog vagyok, és nagyon szeretném, hogyha elküldenétek nekem a képeket, mindenképpen posztolni fogom őket. Úgyhogy léci, aki megrendelte a pulcsit és megkapja, az azonnal töltse fel Instára és jelöljön meg, hogy tudjam posztolni. The next day. Sziasztok! Elloptam a Rebeka kameráját, és azt nézem, hogy abban a kamerában szép a szemem. És igazából csak ennyit akartam. Telefonod legyen nálad, bocsánat. És... ezt bele ne vágjátok! Jaj! Megyek, megmutatom, milyen csoda felvételeket csináltam. Szerintem nem fogják kedvelni, hogy elvettem a kamerájukat. Lehetünk, hogy mi van? Kérdeznem. Forogtok? Napközben nagyon belemerültünk a forgatásba, úgyhogy elfelejtettem félig, és nem is volt időm igazából vlogolni, úgyhogy most ebbe a fél perces szünetbe, amíg lemegyünk a ház elé, addig van időm egy kicsit bejelentkezni. Igazából semmi olyan nem történt, amit meg tudnék nektek mutatni, mert minden a Brodához kapcsolódik, nyilván a következő részekkel, amit ti még nem tudtok. Úgyhogy igazából ennyi, töltöm éppen fel a videót, ami ma fog kimenni, és... ja, fáradt vagyok egy kicsit. A tegnapi napról majd ezután, a klip után fogok beszélni, hogyha lesz egy 10 perc időm, amíg leüljek, és folyamatosan egyhuzamba beszéljek. Dominik, ha még egyszer belemutatsz a videómba, és ki kell izé... blőrözzelek. Munkát adok neked. Hát nagyon örülök neki. Jó, hogy itt vagy, nem jössz többször? Jó, ez most direkt gyors volt. Ha látnátok, hogy mi történik, ez... odafordítom a kamerát, de ez... Na sziasztok! Szerintem nem kell már mondjam, mostanra így a negyedik napra kezditek megszokni, hogy hogy mennek a dolgok. Megint este van. Fogjuk rá. Egész pontosan. Ilyenkorra kezdek már egy kicsit szétesni, minden kezd szétesni, a sminkem, a hajam, a minden, úristen, a körmeim, hogy néznek ki, te jó ég. Erről nem akarok beszélni egyáltalán. Viszont azt megemlíthetnénk, hogy valami gyönyörű sminket dobtam össze mára, és igazából alig látta pár ember. A Brodába benne lesz, úgyhogy ott majd látni fogjátok, és egyébként, amikor ez a videó kimegy, körülbelül akkor megy ki a Brodapest is, az 4 órakor megy ki, és hogyha én ügyes vagyok, akkor 3 órakor ez a videó már kint lesz. Sztoriba már mondtam nektek, de szeretném elmondani videóba is, hogy a kis pulcsikám, a nagyon cuki enjoyos pulcsikám, amit nem tudok elmagyarázni, hogy hogy enjoyos, mert két kezem van, és az egyiken van a minta, úgyhogy nem tudom elmutogatni nektek, de higgyétek el, hogy tényleg hasonlít rá. És akkor egy dolog van, amiről még szerettem volna nektek beszélni, amit szerintem nem említettem, bár ilyen állapotban nem nagyon tudok gondolkozni sem. A balett.
Na már most ugye, én mondtam nektek, hogy imádom a balettet, és ez így is van, viszont Rebeka a tütős balettet szereti. Azt szereti, amikor nagyon szépen fehér kis ruciba, kis tütübe, fehér harisnyába, balettcipőbe topognak a nénik. És volt egy olyan része az előadásnak, amikor úristen, valami eszméletlen király volt, tényleg olyan, mint amit Instán szoktam nézni. A többi része is jó volt, ne értsetek félre, nagyon tetszett, de ha valaki balettozik, akkor mondja meg nekem, hogy mi a különbség, vagy hogy hogy hívjuk azt, amikor a nénik tütübe topognak, és valami iszonyatosan gyönyörűen táncolnak. Magyarázok össze-vissza, mint valami gyökér, úgyhogy ide be fogok illeszteni nektek egy videót, és megmutatom, hogy mire gondolok. Na de mindegy, a lényeg az, hogy nagyon sokan rám írtatok, hogy láttátok, hogy voltam balett, hogy tetszettem, milyen volt a díszlet, a tánc, nem tudom én micsoda, és nagyon sokan írtatok, hogy ti is ott voltatok, viszont aminek még jobban örülök, hogy páran oda is jöttetek hozzám, és iszonyatosan jól esett, és ennek örülök igazán. Nem annak, amikor rám írtok utólag, hogy ti is ott voltatok, és láttatok, de nem mertetek odajönni, hanem amikor odajöttök, tudunk beszélgetni egy kicsit, csinálunk képet. Imádom, hogyha egy kicsit bátrak vagytok, és oda mertek jönni képet kérni. Úgyhogy összességében egy nagyon jó élmény volt, és megerősített abban, hogy egy kicsit többet kell színházba járni, tehát teljesen mindegy, hogy mire, de kell menni színházba, mert nagyon szeretek színházba járni. És egy kicsit bolond az agyam így egy óra fele, úgyhogy visszatérnék oda arra a részre, amikor a pulcsikról beszéltem. Egész héten, vasárnapig 10% kedvezmény van az egész Lambox oldalon, de legfőképpen az én pulcsiaimra. Nagyon-nagyon szeretném már rajtatok látni a pulcsikat, úgyhogy aki rendel, egy az, hogy annak nagyon-nagyon szépen megköszönöm, kettő pedig, hogy azonnal posztolja. Azonnal. Viszont van még egy iszonyatosan jó hírem, és nem tudtam, hogy ez sikerül-e összehozni, mert utolsó utáni pillanatban találtuk ki, hogy úristen, találtam ki, hogy mennyire jó lenne. Lett egy kis figura, egy Bitmojis-szerűség, csak egy kicsit vagányabba, amit szerintem egészen jól, egy kis pozitív plastikázással megcsináltunk, királyi többes, Dominik megcsinált nekem Rebekásra, úgyhogy lesz egy kifejezetten karácsonyi merch-öm is, amit viszont előrendelésbe tudtok megrendelni, ami egyébként nem változtat a lényegem. A Lambox oldalon tudtok előrendelni pólókat, de ugyanúgy, hogyha 15-ig rendelitek meg, akkor karácsonyig odaér hozzátok, tehát megint csak lehet belőle karácsonyi ajándék, egy, kettő. Úgyhogy a lényeg a lényegben, hogy remélem, hogy örültök neki, én nagyon boldog vagyok, remélem, hogy minél hamarabb én is megkapom az én példányomat, és meg tudom nektek mutatni egy felvéve, hogy áll. Úgyhogy még egyszer utoljára ne felejtsétek el, hogy 10% van a merchökre vasárnapig. Őszintén megmondom, hogy mostanra fogalmam nincs, hogy milyen hosszú lesz ez a videó, két napot foglaltam össze egybe, ha nem láttátok az előző videókat, akkor azokat mindenképpen pótoljátok be, és készüljetek, mert végig fogom tolni a vlogmast, semmi se állíthat meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek engem Instagramon is, ha még nem tennétek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!